klasszikus dallamokra most ne számítson a közönség, csak ennyit árult el a Menner Bernát Zeneiskola zenekarának vezetője a szombati koncert repertoárjáról. A Vízkereszt vagy amit akartok című produkcióban a zeneiskola minden tanszakát képviselik a gyerekek. Vonósok, fúvósok, részfúvósok, fafúvósok, ütősöket egyaránt. Augusztusban volt a nyári táborunk, és novemberben kezdtünk el kicsit ritkább ütemben, és ahogy közeledünk a koncert felé, egyre sűrűsödnek ugye a próbák egész annyira, hogy tegnap is, ma is, holnap is próbálunk, illetve a holnapi koncert szombati koncert előtt is. Teljes létszámú összpróba nem volt, tehát eddig szólampróbákat csináltunk, illetve hát mindig valakinek ugye évközben nagyon nehéz összehozni, mert azt tudni kell erről az együttesről, hogy ez nem egy állandó együttese a zeneiskolának, mint ahogy például a fúvós zenekar, akár a kis zenekar, akár a vonós zenekar, ez egy alkalmi produkció, vagy együttes, és ezért mindig rendkívüli időpontokban tudtunk csak próbálni, nyilván edzések, stb. Ütköztek az időpontok, reméljük, igen, ebben bízunk, hogy szombaton aztán tényleg mindenki ott lesz már. Gyakorlásban tehát nem lesz hiány a következő két napban, a diákok szorgalmasan próbálják a színpadra szánt darabokat. Én trombitán játszom, és 5 éve, ez talán már a 6., és a szerepe az a zenekarban mindenkinek ugyanaz, hogy együtt játszunk és szórakoztassuk a közönséget. Én egy kicsit bevallom, izgulok, de reménykedek abban, hogy nagyon jó kis koncert lesz, és a nézők is elégedettek lesznek vele. A zenekar mellett közreműködik majd a Fazekas utcai általános iskola kicsinyek kórusa Szabó Imréné vezetésével, valamint a Soltész István kamarazenekar. Továbbá koncertet ad a Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandár zenekara Balázs Attila vezénylésével január 6-án szombaton 16 órától a Városi Sportcsarnokban.